Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztutadása. Egy héttel ezelőtt Szabó Krisztiánnal arról beszélgettünk, hogy mit jelent a kriptovaluta. Annak a gondolatnak a kapcsán hoztuk ezt a beszélgetést önök elé, hogy a Jelenések könyvében, a Szentigéből arról olvasunk, hogy lesz egy olyan időszak földünk történelmében, mondhatni annak záró szakaszában, és ebben az időszakban látszik, hogy mi élünk, és ez az időszak következik a napjainkban, amikor egy egységesített pénzrendszer által az eladás és a vásárlás ellenőrzés alatt lesz tartva, és csak azok adhatnak és vehetnek, akik egy bizonyos rendszerhez tartoznak, pénzrendszert használnak fel. Talán ez az eddigiekben elképzelhetetlennek tűnt, hiszen minden országnak megvolt a pénzrendszere, a valutarendszere, de hogyha ez online felületre került, és már oda került, akkor mennyiben teljesedik be könnyebben ez a profécia? Van ez csak egy elképzelés, vagy vannak valós alapjai? A mai alkalommal szeretnénk tovább folytatni a beszélgetést a kriptovalutáról. Meghívottam ugyancsak Szabó Krisztián, aki a hollandiai Twente Egyetemnek diákja, az informatika és számítástechnika karán. Köszöntelek a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást ebben az igen érdekes témában, amit a meghívásra ajánlottál megbeszélni. Örülök, hogy ismét itt lehetek. Mi a véleményed erről a pénzrendszerről, a digitális pénzrendszerről, ugye ezt újból el fogjuk majd megint mondani, hogy mit jelent a kriptovaluta a következőkben, de összehozva ezzel a gondolattal, hogy van egy ilyen profécia a Szentigében, mi szerint adni és venni nem fognak tudni csak azok, akik egy bizonyos rendszerhez tartoznak, és akik elfordulnak a Jóisten akaratától, magukra vállalnak olyan dolgokat, amelyekkel a Jóisten nem egyezik. Véleményed szerint a digitális pénzrendszer, a kriptovaluta mennyiben teszi jobban lehetővé azt, amiről beszél a Jelenések könyve 13. fejezete, illetve pontosabban a 17. versben olvasunk erről? Úgy gondolom, hogy a kriptovaluta még messze áll attól, hogy mindenki azt tudja használni könnyedén, és még inkább távolabb arról, hogy tudnánk kötelezővé tenni. Viszont mindenképpen egy közelebbi lépés ahhoz, mint az eddigi bankok, ahogy megoldották, egy közeledünk a proféciához. Mit jelent a kriptovaluta? A múlt beszélgetés alkalmával egy héttel ezelőtt egy adásban, egy egész adásidőben próbáltuk megérteni ennek a kifejezésnek, digitális pénzrendszernek a jelentőségét, a rendszer működését. Talán egy néhány gondolatot, hogyha újra el tudnánk mondani, lehet vannak olyan televíziónézők, akik az egy héttel ezelőtti alkalmat nem látták, és az alapfogalmakat röviden, hogyha el tudnád mondani újból. Igen. A kriptovaluta, arról úgy kell gondolkozni, mint egy óriási lista, amiben benne van a tranzakció, és akárki láthatja. A bankokkal ellentétben, ahol a banknál van az összes tranzakció információ, és csak a sajátunkat tudjuk esetleg megnézni, nem az egész világét. Tehát akkor a kriptovaluta igazából egy egészen más rendszer, mint a bankrendszer, amit használunk úgy fizikai értelemben, vagy használtuk eddig cash, készpénz értékkel, ugyanakkor online átutalásokat is tudunk végezni. Ez egy, és akkor az online vagy digitális pénz, kriptovaluta az egy egészen más rendszer, nincsen semmi köze a bankrendszerhez. Úgy van. Nem kompatibilis olyan szempontból, hogy ha van kriptovalutánk, egyből tudnánk küldeni egy bankszámlára, és másik irányba sem, hanem különböző lépéseken kell átmenjünk, hogy ez megvalósulhasson. Ugyanakkor, ahogy mondtad, nincsen cash, nincsen készpénz formája ennek a kriptovalutának, teljesen digitális, ezért nincsen olyan, hogy nyomtatott mondjuk bitcoin, illetve amikor kriptovalutát mondok, az egy gyűjtőszó, az nem egy bizonyos pénz, nem, hanem egy gyűjtőszó, úgy, ahogy azt mondanánk, hogy pénz,
nem mondja, hogy az euró vagy lei, azt külön kell mondjuk, úgy a kriptovaluta az egy ilyen gyűjtőszó, és akkor abban vannak a pénznemek, mint hogy Bitcoin, Ethereum és a többi. Miért jobb ez a pénzrendszer azok szerint, akik kitalálták és ajánlják a felhasználását, mint a hagyományos bankrendszer? Sokkal nyíltabb és átláthatóbb, ha az ember megtanulja, hogyan működik, teljesen fogja tudni, hogy mikor mi fog történni, illetve nincsen egy középső személy, aki ellenőrzi az átutalásokat, vagy illetve tiltja az átutalásokat. Bank esetében ugye, amikor pénzt küldünk, akkor átnézik, átellenőrzik, és csak utána fog megérkezni a célzott személynek az az összeg. A kriptó esetében ez teljesen automatikusan van, és ember nélküli. Hogyha valaki lehet kíváncsi arra, hogy hogyan lehet ilyen pénzt vásárolni, akkor mit kell tegyen? Mert ezt online felületen lehet elérni egyedül, vagy van esetleg kirendeltség? Említetted azt is az előző beszélgetésben, hogy itt Romániában még információs szinten van jelen ez a pénzrendszer, de már külföldön több országban is használható, ha jól értettem. Mit kell tegyen ahhoz egy egyén, hogy rendelkezzen egy bizonyos kriptovalutával, és említettél több ilyen kriptovaluta nemet, esetleg ha most is ezekből említenél egy néhányat? Igen, kezdeném akkor, hogy mire lenne először is szükségünk. Egy walletre lenne szükségünk. A wallet az egy olyan hosszú sorozatú szám, ami megmondja, hogy ez, ami egy címet definiál. Úgy, ahogy van a bankkártyánkon egy hosszú számsor, ami mondja, hogy az a miénk, úgy a kriptovalutáknak is van egy ilyen, úgy hívjuk, hogy wallet. A walletek azok mindig egy pénznemhez vannak kötve, tehát egy Bitcoin wallet, az csak Bitcoin walletrehez tud küldeni pénzt, és Ez már egy digitális pénznemről beszélünk, a bitcoint esetében. igen, ez a digitális pénznem már. Ugyanakkor Ethereum címre walletre tud küldeni, és ezek így csak így kompatibilisek. Ethereum nem tud Bitcoinra küldeni. A szám soruk is változik, úgyhogy már abból észrevehetjük, hogy a cím, amit kaptunk, az Ethereum vagy Bitcoin cím. Hogyan válasszunk ilyen walleteket, pénztárcákat, pénznemeket? Mi az eljárás? A walleteknél két fontos különbség van, cold és hot wallet. A cold wallet az azt fogja jelenteni, hogy hosszú táv, cold, tehát mint safe, hidegen tartva. Hot wallet az viszont gyorsan cserélhető. Erre úgy kell gondolni, hogy ha úgy gondoljuk, hogy veszünk kriptovalutát, akkor el kell gondolkozzunk, hogy mit akarunk vele csinálni. Gyorsan át akarjuk küldeni valamelyik ismerősünknek, mert ezt a tranzakció módot szeretnénk a bankkal ellentétben, vagy csak szeretnénk venni egy bizonyos mennyiségűt, abban a reményben, hogy valamikor felmegy az ára, és akkor nyerhetünk vele pénzt. Az első esetben akkor hot wallet lenne az alkalmas, ahol gyorsan tudunk venni és gyorsan elküldeni, cold wallet pedig a hosszú idejű tárolására. Emellett szeretnék három konkrétabb példát mutatni, mivel a wallet a legelső lépés a kriptovaluta adása és vevésébe, nagyon sok alkalmazás, weboldal becsap minket, és nem valós kriptovaluta adóvevő cég, illetve wallet készítő, hanem egyszerűen csak lelép a pénzünkkel, amint berakunk pénzt. Egy ilyen példa, amelyik biztonságos, az a MetaMask. Ez egy hot walletnek számít, tehát itt nem hosszú ideig tároljuk a kriptovalutánkat, ez kezdőbarát, és webalapú, mivel hogy böngésző bővítmény.
egyik hátránya, hogy ez is, hogy böngésző bővítmény, tehát feltétlen vagy telefonon kell legyen ez, iOS vagy Android, vagy Chrome operációs rendszeren lehet. Tehát, hogyha Firefoxot, Safarit vagy mást használunk, oda ezt nem lehet letölteni, így nem tudunk ezen tárolni kriptovalutát. Illetve csak Ethereum és Ethereum alapú kriptovalutát lehet, tehát Bitcoint nem fog tudni, Ripple-t nem fog tudni, Litecoin-t nem fog tudni, csak Ethereum-ot. Azért van szükség egy bizonyos alapismeretre ahhoz, hogy egy ilyen rendszerbe az ember kényelmesen tudjon mozogni, és nem maradjon alul ennek a pénznek a használatában. Mennyi időre van szükség ahhoz, hogy ezeket az ismereteket valaki elsajátítsa, illetve milyen iskolázottság, tanulmányt kell elvégezni, vagy mennyire tud ez közel kerülni a mindennapi ember életéhez, kik használják igazából akkor ezt a pénzrendszert? Hát jelenleg sokan használják különböző okok miatt. Jó ideig lehetett például a Tesla cégnél a Tesla autót venni bitcoinnal, jelenleg is lehet a Steam online játék áruházban játékot venni bitcoinnal, és sok más nagy profilú cég ugyanígy elfogad bitcoint. Egy fizetési alternatíva ebből a szempontból, de amint előzőleg epizódban említettem, nem mindenki csak tranzakció és pénzküldés szempontjából érdeklődik ez iránt, van, aki befektetésnek látja, és amiatt vásárol kriptovalutát. Még megjegyezném, hogy miért tovább lépnék, hogy a MetaMask az közepesen biztonságos, volt eset, hogy az emberektől ellopták, nem a MetaMask, hanem azért, mert a felhasználó nem helyesen használta, illetve nem volt elég figyelmes. Egy ilyen példát hoznák is. Nagyon sok esetben, ugye, amikor rákeresünk a bankunkra, vagy akármire, a Google-ön beírjuk a bankunk nevét, és majd a legelső linkre kattintunk, ami a Google Result Page-en van, ami a Google válaszai között van. Az egyik személy ugyanezt csinálta, viszont az ő esetében egy reklám került afelé, mivel hogy a Google reklámokat szokott bedobni elsőnek, mert ezért a cégek fizetnek, egy hamis cég fizetett a Google-nek, hogy az ő cége legyen legelől. Ez a személy arra a linkre kattintott az igazi MetaMask link helyett. Az oldal szinte ugyanúgy nézett ki, beírta a belépési credentials-t, a felhasználó név jelszó, és amint belépett, a cég ellopta az összes kriptovalutáját, mivel átadta az összes információját, ami szükség volt. Ezért mindenképpen vigyázni kell ezzel. Mire kell vigyázni akkor, amikor már ebben a témában osztod meg a gondolataidat, amikor online vásárlás következik kriptovalutával? Biztos, hogy nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Mielőtt még ahhoz hozzálépnék, még mutatnák két más opciót emellett, amik többé-kevésbé biztonságosabbak, legalábbis alternatívák. Az egyik az az exchange-eknek a walletje. Ez nem egy bizonyos cég vagy organizáció. Ezt az exchange az a váltóirodának mondom. Ott alapból a váltóiroda ad neked egy walletet, mivel mikor vásárolsz tőlük fiat pénzből, lei, euró, stb. Egy walletet, amire neked átjöjjön az a pénz. Vannak emberek, akik ott tárolják egész végig a pénzüket, viszont ez nem éppen úgy volt tervezve, viszont az is egy opció, hogyha kevesebb mennyiségű pénzt tárolunk ott, mert nem kell, mert kevesebb mindenre kell odafigyelni így. Hol lehet máshol még tárolni, ha nem a pénztárcában, az online digitális pénztárcában, walletben? Ahogy az előbb mutattam, a MetaMask az egyik opciónk, ez az exchange, ami legkevésbé biztonságosabb szerintem.
illetve vannak a cold walletek, amik hosszú távra vannak, például a Ledger. A Ledger az egy fizikai eszköz, egy kicsi számítógép, amibe bele van írva a walletünknek a belépési információi, ezért ahhoz, hogy valaki ellopja, azt a fizikai eszközt el kellene először lopja tőlünk, majd meg kéne tudja az abba való belépésnek a PIN kódját is. Tehát ez a legbiztonságosabb, mert fizikai eszköz és mert PIN kóddal is van védve. Amellett ez 22 különböző kriptovalutát, ez specifikus tud tartani. Viszont ennek azért az a hátránya, hogy nem tudunk könnyen küldeni pénzt, mert Cold Wallet úgy volt készítve, ahhoz, hogy egy ismerősünknek átküldjük, nálunk kell legyen az az eszköz, amit nem mindig fog magunknál hordani, be kell írjuk a PIN kódot, majd manuálisan le kell másoljuk róla a címet, ami nem éppen a legegyszerűbb. Ezért ez a hosszabb idejű tárolásra alkalmas. És akkor átváltanák, hogy mire kell vigyázzunk a kriptovalutára online, mikor használjuk. A legelső az a scammek, ahogy az előbb említettem, volt az az eset, hogy a Google oldalán a legelső találat nem a valós cég volt, hanem egy hamis cég, egy scam cég, és ez ellopta az információit. Ugyanakkor, ha valamilyen nem hivatalos programot töltünk le az eszközünkre, ez ugyanúgy megtörténhet, hogy az megkeresi, hogy a böngészőnkben le van-e töltve a MetaMask, és megpróbálja az ott levő pénzt elküldeni. Amellett, hogy tehát ezeket, amiket elmondtam, ez használati védelem, de van egy másik kockázata a kriptovalutának, az pedig a pump and dump. A pump and dump az azt jelenti, hogy a kriptovalutának az árát nagyon felvitték, majd ledobták. Tehát a keresletet nagyon felemelték, és utána a kereslet hiánya miatt nagyon alacsony lett az ára. Ez előny is lehet, és hátrány is lehet azok számára, akik vásároltak, vagy vásárolni akarnak. Ez mindenképpen hátrány, mert ez olyan gyorsan történik, hogy negatív pénzzel, mármint hogy pénzvesztéssel fogunk mi maradni. Ez nem egy attribútumja a kriptovalutának. Ez egy stratégia, amit pénzlopók használnak a kriptovaluta segítségével. Ki tudja befolyásolni azt, hogy ez az emelkedés vagy csökkenés ilyen hirtelen előálljon és folyamatban legyen? Ez egy kicsit komplexebb téma, amit én sem fogok teljesen érteni. Azok, akik ekonómiát és a pénz mozgását tanulmányozzák, azok jobban fogják érteni. Viszont az egyik alaprésze az a kereslet és a kínálat. Ha nagyon nagy a kereslet, fel fog bárminek menni az ára, ha nagy a kínálat, le fog esni bárminek az ára. Ez ugyanúgy lei, euró, bitcoin, ethereum, mindenre létezik. A kriptovaluta esetében viszont az segíti itt a pénzlopókat, hogy ha nekik sikerül létrehozni egy ilyen kriptovalutát, és azt nagyon jól eladni az embereknek, úgy értve, hogy marketingként, hogy nézzétek, milyen nagyszerű projekt van itt, vegyetek egy csomót, a személy nem néz utána, vesz belőle sokat, ezzel, ahogy ő viszi fel az árat alapból, és azzal, hogy ez a cég ilyen nagyon marketingeli ezt a projektet, viszi fel a keresletet, tehát egyre drágább lesz. Viszont legtöbben, mikor egy ilyen csinálnak, maguknak már kiszednek egy bizonyos mennyiségű kriptovalutát. Sok esetben ilyen abszurd mennyiséget, 2 milliót. És ezért, mikor létrejön ez a projekt, és az emberek nem néznek utána, hogy a készítői mennyi kriptovalutával, mennyi kriptovalutájuk van nekik elrakva, akkor az történhet, miután elér egy bizonyos árat,
azt mondják a készítők, hogy na jó, akkor most dumpoljuk, azt jelenti, hogy eladjuk az összes készletünket, és amikor függ, hogy mennyi van forgalomba, mennyi pénz nem van forgalomba, de mondanám, hogy mikor 2 millió plusz termék kerül a piacra, az nagyon be fogja folyásolni a piacon a terméknek az árát, és nagy valószínűséggel ejteni fogja, és sok ember ennek a tudatnak a hiányában sok pénzt elvesztett, mert nem tudta ezt a stratégiát, amit pénzlopók használnak. Akkor eléggé veszélyes információk nélkül nekivágni egy ilyen mondhatni kereskedelemnek és befektetésnek is. Milyen módszerek vannak arra, hogy pénzt kovácsoljon az ember a digitális pénzvilágában, mert különböző lehetőségekkel találkozunk a mindennapokban, megkeresnek online, telefonon lehet, hogy kevésbé, és vannak olyan alkalmak, amikor azt mondják, hogy fektess be a pénzedet, és próbálj meg rájátszani, és 2-3 próbálkozásból lehet, hogy többet tudsz nyerni, és itt vásárolni kell bizonyos pontokat, vagy lehet, hogy digitális pénzről van szó, csak nem tudja az a személy, aki meg van keresve, akkor hogyan is járjunk el, mi a teendő, akkor amikor egy ilyen dologban megkeresnek, milyen visszajelzéseid vannak ezzel kapcsolatosan? Eddigi tapasztalataim szerint, ha hozzánk jönnek valamilyen ajánlással, az mindig nekünk lesz rossz. Már csak abból a gondolatból is, hogy milyen személy az, aki másnak pénzt szeretne csinálni. Ez nagyon ritka a mai társadalmunkban. A legtöbb ember a saját malmára hagyja a vizet, ezért ha valaki felkeresi ilyen gyors pénzszerzési lehetőségekről, pláne ismeretlen, tehát még csak nem is kéne bízunk benne, az nagy valószínűséggel a pénzünk után van, és mi el fogjuk veszíteni azt a pénzt. Ezért nagyon ajánlanám, hogy mindenki utána olvasson, és itt elmondanák pár biztos módot, ahogy tényleg lehet pénzt szerezni. Mindegyik viszont nagyon rizikós, és semmiképpen nem ajánlanám így beleugrani. Ugyanúgy, ahogy a legtöbb ember a tőzsdét rizikósnak lássa, és nem tőzsdézik, tehát nem ad stock marketen cégeknek a papírjait, ugyanúgy ez is olyan veszélyes, hanem még veszélyesebb, mert ez sokkal nagyobbat tud ugorni vagy esni. Egyik ilyen biztos pénznyerési lehetőség az a májnolás. Előző epizódban beszéltem a bizonyításokról, a proofokról, és a proof of work az a májnolás. Ez azt fogja jelenteni, hogy ha valakinek van jelenleg pénz, amit be szeretne fektetni, az egyik opciója az lehetne, hogy vesz májnolási felszerelést. Tehát számítógépet, vagy videokártyát, vagy ASIC gépet. A videokártya esetében ő kell valószínűleg megépítse az egészet, beállítsa és berakja a wallet címét, amire majd az a gép neki fog időközönként pénzt adni. Abból a pénznemből, amit beállított. Ez azért tud az pénzt csinálni, mert az az eszköz az a tranzakciókat validálja proof of work-kal. Úgy, ahogy a bank elkér egy bizonyos százalékot, mikor elküld nekünk, amikor mi elküldünk valakinek egy pénzt, pénzmennyiséget, ugyanúgy ez is valójában azt a pénzt elkéri, és nekünk adja. Tehát itt mi kapjuk a bank hasonlatban a költséget, amit a küldő fizet. Egy másik módja, amikor proof of stake alapú a kriptovaluta, az nagyobb esetben sokkal több pénz befektetéssel áll,
Jelenleg például Ethereum esetében, ha proof of stake-et szeretnénk, és azt szerint szeretnénk pénzt nyerni, 32 Ethereumot kell befektessünk, és jelenleg az Ethereum ára több mint 1600 euró, szóval az nagyon nagy pénz lenne. Viszont ebben az esetben nem kell informatikai tudás, és összeszerelni számítógépeket, és azokat fenntartani, és karbantartani, mert szó szerint a pénzünk így pénzt csinál, habár kisebb százalékban, és ha a kriptovaluta ára leesik, akkor szinte semmi értelme nem volt, akár veszthettünk is, szóval ugyanúgy rizikós. Egy másik módja, hogyha nem veszünk ilyen felszerelést, hanem csak megvesszük magát a kriptovalutát, és abban bízunk, hogy idővel valamikor fel fog menni az ára. Ez hasonló lehet a pump and dumphoz, amit előzőleg beszéltem, és ezt a gondolatot használják ki a pénzlopók, hogy azt hitetik el veled, hogy ez a projekt, ez a kriptovaluta, ez hosszú ideig úgy fog lenni. Viszont nem mindegyik kriptopénz fog így fennmaradni. Jelenleg, amik évek óta vannak, azok az Ethereum, Bitcoin, Ethereum Classic, és amikor egy ilyen teljesen új, eddig nem hallott coin, kriptovaluta jön létre, nagyon nagy eséllyel az pump and dump, és abba nem kéne mi jövőt lássunk. Tehát ha valaki ilyen befektetés szempontjából keresi, akkor mindenképpen a régebb létrehozott kriptovalutát nézzen utána, mert azok kiállták az idő próbáját. Valahogy, hogy ezeket így meghallgattam, és próbáltam figyelni, hogy hogyan lehet pénzt összehozni, kovácsolni. Az jutott az eszembe, hogy mennyire elment egy irányba ez a világ, és végül is az isteni alkotás, a teremtmény, az ember, aki Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, mennyire elvesztette a célját e földi létben. Hiszen nem csak, hogy már elhúzódott az ember a természetből, és nem az Isten jelenlétében kívánja élni a mindennapjait, hanem egy olyan világban, amit ő épített meg, betonfalak között, elveszíti egészen az Isten képűségét abban az értelemben, hogy nem az Isten nevének dicsőségre él, hanem annak, hogy hogyan lehet és milyen módszereken keresztül lehet pénzt alkotni, minél több pénzhez hozzájutni, és az ördög erre lehetőséget ad, de lehetőséget kínál, és a tudomány, hogy mennyire nagy lehetőséget ad arra, hogy akik értelmesen és bölcsen tudják emberileg felhasználni az ismereteiket, pénzhez jussanak hozzá, de ugyanakkor, aki kevés információval rendelkeznek, vagy egy kicsi hibát elkövetnek, milyen sokat tudnak veszíteni. Mindenképpen azt látom, hogy ez a pénzrendszer úgy, ahogy a pénznek önmagában nincs köze a Jóistenhez és a Jóisten ügyéhez, viszont ebben a világban mi keresztények is találkozunk ezzel az élethelyzettel, és úgy, ahogy a hagyományos pénzrendszer a bankrendszeren keresztül a mindennapi megélhetőségünket rendeznünk kell, és ugye itthon Romániában is már Erdélyben a nyugdíj az bankszámlára érkezik, tehát mondhatja az az idős néni vagy bácsi, aki a nyugdíját kapja már jó néhány éve kézbe, hogy én továbbra is kézbe akarom kapni, és lehet, hogy igen, van még ilyen megoldás, még kézbe lehet kapni, aki erre igényt ad, de egyre inkább az van, hogy online legyen átküldve, vagy egy bankszámlára, hogy mennyire elment a világunk ebbe az irányba, és van-e lehetőség arra, hogy megváltozzon a helyzet? Tehát ez egy másik szint. Úgy látom, hogy a hagyományos bankrendszer, ami kialakult az elmúlt, nincsenek alapvető ismereteim, de egy olyan az elmúlt 400 évben talán, Európában és aztán Amerikában is, és a világon minden táján, azelőtt érték áru cserében és aranyban működött az
a világ értékének a mozgása, későbbiekben a valuta rendszer, a bankrendszer, most pedig egy ilyen más online szintre lépünk, hogy mi a megállás, vagy hogy tud az ember megmaradni abban, hogy egy egészséges felhasználást tudjon véghez vinni keresztényként is, hogy látod? Lehetséges becsületesnek lenni, és nem pénzcentrikusnak, hanem Isten követőként egy ilyen rendszerben megmaradni, vagy egyre inkább kizártabb? És most nem a bankrendszerről beszélünk, hanem a kriptovaluta rendszeréről. Úgy gondolom, hogy a kriptovaluta ebben a szempontból nem segít, talán ront, és igen, sok esetben az embereknek inkább az önzőség és a kapzsiság fog eszébe jutni, és arra fogja kihasználni ezt, Valószínű, hogy az átverések lehetősége azok, ahogy ugye a pénz használatában is egyre inkább nőtt, aztán a banki rendszeren keresztül a valuta a váltási folyamatban, ez sokszor talán némelyek átmentek ilyen tapasztalaton, hogy veszítettek, itt még nagyobb esélye lenne. Az adásidőnk végéhez közeledve van még egy-két gondolat, amit szeretném, hogy megosztanál itt a jegyzetből figyelem, hogy még itt vagyunk ennél a résznél, hogy hogyan lehet pénzt kovácsolni a kriptovaluta rendszerben. Hogyha elmondanád esetleg inkább abból a megközelítésből, hogy mire vigyázzunk, és mint keresztény hozzáállásunkban, amikor egy ilyen helyzettel találkozunk, akkor mire figyeljünk oda, milyen legyen a viszonyulásunk ehhez a helyzethez, és mi az, amivel találkozni fogunk egy helyes, elvileg, mondhatni elvileg helyes kriptovaluta rendszerben. úgy gondolom, mindenképpen utána kell olvassunk a kriptovalutának és a használatának, és a rossz használatának is, mert egyre gyakoribb lesz, úgy tűnik egyre elfogadottabb. A múlt epizódban említettem, hogy országok már elfogadják teljes fizetőeszközként országszerte, ezért mindenképpen lépni kell a korral és ismerkedni, hogy mi az előnye, mi a hátránya, hogy és mindenképpen, hogy szkeptikusak maradjunk, semmiképpen se bízzunk egy forrásban, amit mondanak, mert ez egy annyira új része az életnek most már, hogy nem nagyon van, nem feltétlen fogunk biztos forrást kapni egy gyors keresésből, több forrásból kell ismerkednünk. Záró gondolatokat, hogyha megfogalmaznánk itt most a második beszélgetésnek a végén, akkor ezen kívül még milyen tanácsot tudnál adni a kedves televízió nézőknek, esetleg idősebbeknek, fiatalabbaknak egyaránt? Mindenképpen, ha kriptovaluta érdekel, olvassunk utána. Viszont ha olyanok történnek, hogy egy személy felhív minket, hogy egy ismeretlen személy, hogy nagy pénznyerési lehetőségünk van, azt mindenképpen szkeptikusan, hanem egyenesen visszautasítva kezeljük. És mikor úgy gondoljuk, hogy ezt mégis megpróbálnánk, akkor mindig csak olyan pénzzel, amit nem sajnálnánk elveszteni, semmiképp sem rakjunk olyan pénzt, amit rosszul esne, vagy netalán életszükségletnek számítana. Mennyire találod biztonságosnak véleményed szerint a kriptovaluta rendszer használatát, tehát a digitális pénz használatát, és egy kereszténynek van-e lehetősége arra, hogy tisztességesen használja, fektesse be azt, amivel rendelkezik egy ilyen rendszerbe? Úgy gondolom, mindenképpen van, viszont egyre több tudást kér maga után, jelenleg legalábbis, bankkal szemben például. Ezért csak azt tudom ajánlani, hogy utána olvassunk,
és szerintem van lehetősége egy kereszténynek is ebben folytatni, amit érdekelni. Viszont, ahogy mondom, mindig szkeptikusan és Isten szavára hallgassunk mindenképpen. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és minden jót kívánunk neked a továbbiakban is. Ha még lesznek érdekességeid, információid, amelyek érdekelhetnek bennünket, keresztényeket, fiatalokat, kérlek, informálj bennünket, és szívesen látunk bármikor a keresztutazásában. Köszönöm, hogy meghívtam. Kedves nézőink, köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Most már egy második beszélgetésben Szabó Krisztiánnal, aki a Twente Hollandiai Egyetem informatikai karának a diákja, és meghívásomra érdekes témákat hozott már a múltban is, a mai alkalommal és ezelőtt egy hete a kriptovalutáról beszélgettünk, egy digitális pénzről, amely lehet, hogy térségünkben nem annyira ismert, viszont a modern világban, az online felületen egyre inkább ismertebb fogalomról és valóságról van szó, amiről érdemes érdeklődni, érdemes tanulmányozni annak a működését, azért, hogy megvédjük magunkat, és belelássunk abba, hogy talán-talán a proféciák beteljesedésében egy ilyen modern változatban a pénznek mi lenne a jelentősége, akkor, amikor majd nem lehet eladni, csak vagy vásárolni, csak egy bizonyos rendszernek az ellenőrzése alatt. Maradjunk abban, hogy informálódjunk, mert ahogy Dániel próféta megfogalmazta az isteni kijelentést, az utolsó időkben nagy lesz a tudás, és tudás nélkül nem tudjuk a proféciákat sem értelmezni, és ezt a tudást, amit a Jóisten áldásával nyerhetünk el, úgy kell felhasználni, hogy belelássunk a jelenlegi világnak a működésébe, és így nyerjünk értelmet, bölcsességet arról, hogy hogyan is éljük a mindennapjainkat, még a pénz használatában is. Isten áldását kívánom a kedves televíziónézőknek, és kérem, tartsanak velünk egy következő alkalommal is, addig is a viszontlátásra. Záradok utamon haladva én, amikor ellankadok. Megfáradt szemem a távolba néz, felém egy szebb hon ragyog. Ott ragyog hervadatlan koronám, ént felém az égi kar. Megváltom ott, reám szeretve vár, óh, bár csak menni kamar. Ha bár tövises és rökkös az út, és keresztem oly nehéz. Lábam már vérzik, és könnyes szemem, mégis a távolba néz. Ott ragyog hervadatlan koronám, ént felém az égi kar. Megváltom ott, reám szeretve vár, óh, már csak mennék hamar. Vágyjal a szívemben így folytatom, útam felét szép hazám. Míg végre benned megpihenhetek, harc és szenvedés után. Ragyog hervadatlan koronám, ént felém az égi kar. Megváltom ott,
Abraham imája. Páskujné Kovács Erzsébet verse. Könyörgött Ábrahám az Úr előtt. Ne pusztítsd el, ha találsz 50 igazat. Szólt az Úr, nem teszem meg, ha 50 még maradt. De nem nyugodott Ábrahám, félt, hogy nem lesz csak 45. Szólt. Uram, ha 5 híja lesz, könyörülsz a 45 fölött? És szólt az Úr, igen, könyörülök, mert nagy kegyelmű Isten a nevem. Lehajtott fejjel szólt Ábrahám, ha 40 lesz, könyörülj meg, kérlek, a 40-en. Ne haragudj, Uram, még mindig kérlek, ha 30-at találsz, ugye, megbocsát. És szólt az Úr, igen, ha 30 lesz, nem mondom ki a pusztítás szavát. Roskadt már Ábrahám, gyötrődött a lelke, és az Úr Isten előtt porba hult. Mondd, Uram, ha nem találsz többet, ha nem lenne ott több, ha nem lenne csak 20. Látta az Úr a vérző, fájó szívet, és felelt. Könyörülök, ha nem lesz ott csak 20. És sírt Ábrahám, alig merek szólni, haldoklik már bennem a dobbanó szív, kiszárad a nyelvem, szavam botladozik, ne veszítsd el, ha nincs több igaz, csak 10. Szólt az Isten ajkán, az a mindent megbocsátó kegyelem, ha csak 10 lesz. Ha 10-et találok, Ábrahám, én 10-ért megbocsátok. De nem volt 10 sem. Belém fagy a vér is. Egy nagy városban nem volt 10, igaz? Ó, Uram Isten, most értem igazán, miért kellett meghalni érettünk Krisztusnak. Köszönöm.
nem.